A legtöbb embernek sajnos nem ez szokott lenni a reakciója, hogy akkor én elgondolkodok, hogy váltanom kell esetleg a fizetésemmel is, hanem az, hogy akkor elvégzek egy új képzést. Mert ha elvégzek egy új képzést, akkor értékesebb leszek, csak ezt nem fogja feltétlenül a szervezet értékelni. Ezért vannak ugye a diplomagyűjtőink Magyarországon, ez egy nagyon jellemző hobbi, hogy egyre több diplomát, képesítést gyűjt valaki, mert azt gondolja, hogy majd az eredendően egy nagyobb juttatási csomagot fog eredményezni. Pedig a valóság az az, hogy a magasabb juttatási csomagot a gyakori váltás, illetve a gyakori bértárgyalás fizetésemelési kérés szokta általában eredményezni.